Hétfőn délelőtt már Oros utcáin járt az éjak autója, és az időben kihelyezett barna kukák tartalmát borították a járműbe. Évelején megkapták a szabolcs szatmár beregiek a hulladékszállítási naptárat, amelyben látható, hogy az adott területről mikor viszi el a társaság a zöld hulladékot. Ez a naptár az éjak honlapján is elérhető az ügyfélszolgálat menüpont alatt a településekre kattintva. Itt ki kell keresni a település nevét, és már látható is a teljes évi hulladékszállítás. Nyírtelek egyes körzetében például március 10-én, pénteken szállítják először a zöld hulladékot, leveleken viszont tovább kell várni, ott csak április végén. Nyíregyháza a belvárosának kettes körzetében pedig március 8-án, szerdán reggelre kell kikészíteni a kukákat. Itt is az érvényes, mint a vegyes hulladékgyűjtésnél, hogy reggel 6 órakor legyen kihelyezve az edény. Ugye barna színű edény szolgál a zöld hulladék gyűjtésére. Van néhány település, ahol szürke ez az edény, de ott ők is tudják, mi is tudjuk, hogy melyek azok a települések. Tehát a barna színű edénybe kell kirakni. Egyéb zsákot, kötözött hulladékot nem. Rakodnak be a kollégák, nem hozzuk el a kollégák. Akinek többlet zöld hulladéka keletkezik, amíg nem fér bele egy 120 literes gyűjtőedénybe, annak tudunk térítés ellenében többlet hulladék gyűjtő logózsákot eladni, árusítani. Hivatalosan tehát az ilyen 120 literes barna kukák tartalmát szállítja el a társaság. Ebből mintegy 20 ezer darab van kihelyezve a lakossághoz megye szerte. Ha valakinek ettől is több zöld hulladék keletkezik a kertjében, az személyesen is leadhatja Nyíregyházán a Korányi vagy a Kerék utcai, valamint a Máté Szalkai hulladék udvarban, ahol ingyen átveszi a társaság. Azonban nem mindegy, hogy mi kerül ezekbe a kukákba. Minden, ami a kerti tevékenységből kertészkedés során keletkezik a kertben, levágott fű, kisebb gajak, falevelek, tehát olyan, ami a kertbe keletkezik, fontos, hogy állati hulladék ne kerüljön bele. Tehát tudom, hogy a tojáshéj az megfelelő esetleg egy házi komposztálásnál, de ebbe ne kerüljön tojáshéj, állati ürülék, ilyesmi ne kerüljön bele. Az éjak által összegyűjtött zöld hulladékból később komposzt lesz, amelyet a lakosság megvásárolhat. A hulladékkezelők központ komposztáló részlege 2004 óta működik. Évente körülbelül 3500 tonna komposztot állítanak elő, amit Nyíregyháza város közterületén használnak fel a zöld felületek tápanyag utánpótlására.